Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai magazinunkban. 6 köbméter szemetet szedtek össze a bátaszékiek szombaton. A pécsi megyés püspök látogatott bátaszékre. Minden korosztály képviseltette magát a költészet napi ünnepségen. Húsvéti adománygyűjtés bátaszéken. Hagyományőrző programok, minden, ami második Géza. Több mint 6 köbméter szemetet szedtek össze bátaszéken az elmúlt hétvégén az önkéntesek. A hagyományos várostakarítási akcióra közel 100 ember jelentkezett, a legkisebbektől az idősebb korosztályig. A szervezők elmondták, örülnek az összefogásnak, de a legjobb az lenne, ha senki nem szemetelne. Lelkesen szedik a szemetet a nyugdíjasok bátaszéken a Bajai út mellett. A településen már hosszú éves hagyomány, hogy a tavasz beköszöntével várostakarítási akciót hirdetnek meg. Idén 10 csapat verbúválódott össze a civil szervezetek, egyesületek tagjaiból és a város intézményeinek képviselőiből. Körülbelül 100 ember lehet, aki most szemetet szed a városban. Ugye elsősorban szemétszedés a cél. A polgárőrség vállalta be, hogy a cigányárkot egy kicsit elkezdik rendbe rakni, ott kilapátolják, de alapvetően a szemétszedés a cél. A 10 csapat pedig bátaszéki pedagógus kórus, bátaszéki székhelyek baráti köre, a Napsugár Nyugdíjas Egylet, a Bátaszéki Nyugdíjas Egyesület, Bátaszékváros Polgárőr Egyesülete, Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete. A bátaszéki sportegyesületet idén az úszók képviselik, a második Géza gimnázium is itt van velünk, illetve a bátaszéki horgászegyesület és a bátaszéki vállalkozók ipartestülete. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok egyesület úgy fogta föl ezt az egészet, hogy ez egy kis csapatépítő tréning is tulajdonképpen. Tényleg nagyon jó a hangulat, jó, hogy jönnek visszajelzések, hogy milyen állapotok vannak az utcákon, mert ez minden lakónak a saját érdeke is, hogy egy szép, tiszta környezetben éljünk. A második Géza gimnázium diákjai is kivették részüket a várostakarításból, ők az iskola tágabb környékén szedték a szemetet. A legtöbb az a cigicsik, abból van gyakorlatilag a legtöbb, de az igazából tömérdek mennyiségben mindenhol található. Nagyon sok volt az ilyen kis kőműves aktimálás üveg, reggel indító, sörös dobozok voltak még, energiaitalos dobozok, csoki papír, így többségében, de a cigicsik az mindent felülmúlt. Én elsősorban azért jelentkeztem, mert szerintem nagyon fontos, hogy maga a környezetünk, ahol élünk, az egyrészt tiszta legyen, másrészt pedig ne úgy nézzen ki, mint egy disznó. Meg ugye közösségi órai szolgálat is kell, azért is jelentkeztem, mert kevés még vissza van, úgyhogy igazából ez a két indok, de főképp az első. Csanád azt is elmondta, mit üzen a szemetelőknek. Egyrészt nem értem őket, másrészt viszont azt üzenem, hogy ha már annyi van bennük, hogy szemeteljenek, akkor annyi is legyen bennük, hogy megfogja és legalább a 2 méter alé levő kukába oda vigye. Számomra az a szomorú, hogy ezt mind nem kéne csinálni, hogyha nem dobálnánk el. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a környezetünk tiszta legyen, és ezért a gimnázium tantestülete úgy döntött, hogy a gimnázium tágabb környezetét mi bevállaljuk és rendbe tesszük, és várakozáson felüli létszámmal 20 fővel indultunk neki a mai napnak. Azt gondolom, hogy ennek nevelő célzata is van, mert azok a gyerekek, akik itt most szedik mások után a szemetet, nagy valószínűséggel nem nagyon fogják az utcán eldobálni innentől kezdve. A tapasztalat azt mutatja, hogy a nemes cél érdekében a bátaszékiek mindig összefognak, és külön öröm a szervezők számára, hogy már a fiatalabb korosztályt is meg tudják szólítani. Az akció során több mint 6 köbméter szemetet gyűjtöttek össze bátaszék közterületeiről az önkéntesek. Felföldi László, pécsi megyés püspök hivatalos beiktatása óta először látogatott el bátaszékre. Bozsolik Róbert polgármesterrel egyeztettek azokról a feladatokról, amiket a városvezetés és az egyház közösen lát majd el. Bátaszéken az egyház nagyon sok és szép építészeti értékkel rendelkezik, amiknek a felújítását, fenntartását közösen kell majd elvégezni. Egyház az mindig az ember és a család pártján kell, hogy legyen. Bátaszékre látogatott Felföldi László pécsi megyés püspök, aki Bozsolik Róbert polgármester meghívásának tett eleget. A találkozó során megbeszélték az önkormányzat és az egyház kapcsolatát, azt, hogy hogyan tudják segíteni egymás munkáját, hiszen mindketten ugyanazért a közösségért dolgoznak. Hogyan tudjuk összehangolni a közösségépítő feladatainkat, amely adott esetben
magáról kimondottan az emberekről szólnak, illetve azokról az értékekről, amelyeket közösen kell gondozzunk az elkövetkező időszakban is, hiszen az egyház nagyon sok és szép építészeti értékkel rendelkezik Bátaszék közigazgatási területén. Gondolunk itt például magára a plébánia templomra, ami az elmúlt években is komoly felújításokon esett át, de vannak még feladataink, amit szeretnénk az egyházzal közösen megoldani, akár a templom kerítésének felújítását, vagy a belső udvar vízelvezetését, sőt abban is gondolkodunk, hogy adott esetben egy olyan műszaki megoldást találjunk, ami mondjuk a plébánia gazdasági lehetőségét is tudná erősíteni, például egy altemplomnak a megépítésével, ami temetkezési célt is szolgálhatna. A találkozás során szó esett az ország egyik ritkaságáról, a síkvidéki kápolnáról, aminek a felújítása is egy közös munka eredménye lesz majd. Magában a fenntartásban most is egy kicsit segítkezünk, hiszen a város próbálja gondozni az épület környékét, és néhány héten belül talán el is indulhat majd az egyház közreműködésével maga a felújítás is. Tehát a céljaink közösek, ebben egyeztettünk püspök úrral, és megerősítettük azt a szándékot, hogy együtt kívánunk működni, és segíteni kívánjuk egymás munkáját. Bozsolik Róbert beszélt arról is, hogy pár héttel ezelőtt megtalálták, felszínre hozták, és meg is tudták szólaltatni a dolinai harangot, ami egykor az 1930-as évek közepén az ottani kápolna tornyát díszítette. Sokáig úgy tudtuk, hogy végleg nyoma veszett ennek a harangnak, de néhány évvel ezelőtt fény derült arra, hogy csak óvintézkedési céllal a földterületnek a tulajdonosa a területen lévő kútba engedte le valamikor a 70-es évek elején ezt a harangot azért, hogy meg tudjuk tartani az utókornak. Egy kicsit ugye feledés homályába ment, és nagyjából egy fél évvel ezelőtt vetődött fel annak a gondolata, hogy hát próbáljuk megkeresni ezt a harangot. Hát nem volt egyszerű feladat, hiszen az elmúlt 50 év alatt maga a környezet is teljesen átalakult, de kitartó munkával, egy vállalkozó önzetlen segítségével, a tulajdonosnak az emlékekben való kutatásával végül is sikeresek voltunk, és eredményes lett a kutatás, és most már a városi könyvtárunk ablakában meg is tekinthető maga a harang, ami 1937-ben Szekszárdon lett öntve. Néhány hétig most itt mindenki megnézheti, és hát majd plébános úrral közösen végig gondoljuk, hogy hol lesz majd az a hely, ahol hát reméljük, hogy évszázadokig még bátaszékieket fogja a hangjával elkápráztatni ez a harang. Nagyon egyszerű dolgom van, mert csak hogy 500 egyházközség van, és annyi polgármester, de igyekszem. Ahogy a beszélgetés során is említette Felföldi László püspök, több száz egyházközösség tartozik a fennhatósága alá, amiket szeretne végigjárni és megismerni a vezetői feladatokat ellátó polgármestereket. Minden egyházközségnek szeretem látni a valós életét, és igyekszem ebbe meglátogatni az intézményeket is, és ebben benne van a polgármesteri hivatal is. Most az aktualitását természetesen vannak helyi feladatok, ügyek, amiket itt együtt intéz az önkormányzat, egyházközség. Ezekről is beszéltünk, és természetesen egy emberi találkozás, kapcsolatépítés. Feladatok folyamatosan itt vannak. Az egyik a Kálvária felújítás, aminek most, hál' Istennek, elkészült az aláírása. Nagyon szomorú, hogy elhúzódtak ezek a munkálatok, de innentől mindent megtettem, hogy a központi iroda tudjon gyorsan lépni, segíteni, úgyhogy mától kezdve azt kell mondanom, hogy végre kimozdultunk, és akkor elkezdődhetnek a munkálatok. A másik a toronynak a problémája, ami tudom, hogy nagyon kellemetlen és nagyon nehéz ügy itt. Ebben is személyesen lépek, és mindenkit biztosítok, hogy a lehető legrövidebb időn belül ennek meg kell találnunk azokat a műszaki okokat, amik okozzák a problémát, és hogy hogyan lehet ezt elhárítani. Ez szakmai kérdések lesznek, de nagyon gyorsan le kell ezt zárnunk, és újra rendbe kell tenni a tornyot. Felföldi László azt is elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja azt, hogy a városvezetés és az egyház is ugyanazokért a családokért, emberekért dolgozzon és tevékenykedjen, mindezt egyetértésben és szeretetben.
város apraja nagyja részt vett a hagyományos költészetnapi megemlékezésen Bátaszéken, a Romkertben. Az ünnepség során minden korosztály képviseltette magát, óvodások, általános iskolások és az egyik helyi nyugdíjas klub tagjai vállalkoztak arra, hogy elmondjanak vagy felolvassanak egy magyar költő által írt verset. A jelenlévők egyetértettek abban, fontos, hogy a költészet életünk része legyen. Szabó Lőrinc, kicsi vagyok én. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Nevendős Gergő előadásával kezdődött az idén a Versel a Város nevű program Bátaszéken. Gergő 6 éves és a helyi óvoda oroszlán csoportjába jár. Azt mondta, nem szavalt még ennyi ember előtt. Jó volt. Tetszett. Bátaszéken hagyomány, hogy április 11-én minden évben városi rendezvényt szerveznek a Magyar Költészet napja alkalmából. Ugye az elmúlt egy-két esztendőben a világjárvány miatt ezt nem tudtuk megtenni, most is kellő óvatossággal, de már meg tudtuk csinálni, és hát megmondom őszintén, hogy a szívem az tele van örömmel emiatt, mert hogy a költészet napján óvodások, általános iskolák, sok és felnőttek, nyugdíjasok is vállalták, hogy egy vers erejéig kijönnek ide a Romkertbe, és megemlékezünk, és egy kicsikét átadjuk azokat az érzéseket, amelyeket kapunk ezektől a versektől. József Attila a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja volt, ezért döntött úgy 1963-ban az akkori országvezetés, hogy a Magyar Írók Szövetségének javaslatára a költő születésnapjára időzítik ezt a rendkívüli napot. Így 1964 óta április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet napját. A Kanizsai Dorottya általános iskola egyik diákja Lackfi János versét szavalta el. Azt mondják a fiúk, nyávoguk, sejpeguk, játszani nem lehet semmi jót se velünk, de ők tiszta hülyék, földön fetrengenek, egymás fejét verik, s azt mondják, ez remek. A generációk versmondása is szokássá vált már az elmúlt évek alatt Bátaszéken. Az óvodából két gyerkőc, két fiatalember volt, az általános iskolából két kislány, a Napsugár Nyugdíjas egy lett egyik jeles versmondója, és kiválósága Kató néni is eljött, és ő is vállalt egy versmondást, és mivel a gimnázium versmondója megbetegedett, tegnap jelezte, ezért én is vállaltam, hogy felolvasok egy verset. Ezen fölül pedig volt egy közös versmondásunk, egy Nemes Nagy Ágnes verset választottam, amelyet először elmondtam, vagy felolvastam, majd azt követően soronként, vagy gondolatonként visszaolvasták, illetve visszamondták azok, akik itt voltak, és ebből lett egy nagy közös versmondás április 11-én. Tanulni kell a nyári felhőt. A lobbanásnyi égi erdőt. És hogy van-e még értelme az ilyen kulturális eseményeknek a mai világban? Én azt gondolom, hogy igen, és hál' Istennek azért is jó, tehát azon felül, hogy az ember fontosnak tartja, pláne, hogyha valaki mondjuk olyan érzületű, vagy érdeklődésű, vagy habitusú, mint én, hogy társakra talál, és amikor társakra talál, vagy segítőkre, támogatókra, mondjuk az óvodapedagógusok személyében, a tanítók vagy a gimnáziumi tanárok személyében, akkor azt mondja, hogy igenis ezt érdemes csinálni. A túl materializálódott világunkban igenis vissza lehet vonulni, és azért jó verset olvasni szoktam mondani mindig, ilyen csúnya kifejezéssel, hogy elég rá 2-3 perc, vagy 4, vagy 5, tehát nem kell egy regénybe belevágnunk, hogyha van néhány percünk, és szeretnénk egy kicsikét kikapcsolni, vagy föltöltődni, akkor emeljük le egy magyar költő, vagy akár a világirodalom remek írói költői közül bármelyiknek a könyvét, és olvassunk bele. Mert a mai rohanó világban ez a pár perc impulzus is adhat nekünk egy akkora vagy olyan töltést, amelyikkel talán könnyebb elviselnünk a rohanást. Már ami fáj, ki nem sikoltó, lélegzetem is visszafolytó. A néma fájdalom veszélyen, helyettünk a nagy ég ítéljen. S maradjon csak a mély búbánat, ott bent a szívben önmagának. Húsvét közelettével közel 200 Bátaszéken élő rászoruló család részesül élelmiszeradományban. A gondozási központban már évek óta hagyomány, hogy nem csak karácsonykor, hanem tavasszal is tartós élelmiszerekkel segítik a hátrányos helyzetben élő embereket. A Bátaszéki Gondozási Központ munkatársai épp a húsvéti élelmiszeradományokat porciózzák ki. A csomagban nem csak alapvető élelmiszerek kerülnek, mint a liszt, tej, cukor, tészta vagy étolaj, hanem lekvárt pudingot és édességet is tesznek bele a hátrányos helyzetben élő családok részére.
Évek óta hagyomány, hogy minden év decemberében a gondozási központ megszervezi a karácsonyi gyűjtést. 2020 tavaszától viszont az adakozás kibővült egy húsvét előtti adományakcióval is, hiszen a koronavírus járvány felbukkanása csak tetézte az addig is rossz helyzetben lévő emberek életét. Akkor az élelmiszercsomagok mellett már tisztítószereket is eljutottak a bajba jutott családoknak. A segíteni akarás azóta is folytatódik a városban, ami látszik is az összegyűlt adományok mennyiségén. A mostani akcióval 160 nehéz helyzetben élő ember húsvéti ünnepét könnyítik meg. Egyrészt az önkormányzat az, aki egy nagyobb összeget fordít ugye arra, hogy biztosítani tudjuk ezeknek az élelmiszereknek a mi hamarabbi beszerzését, illetve ugye magánszemélyek és egyesületek, alapítványok, tehát bárki igazából a gondozási központnak vagy az önkormányzatnak felajánlhatja. Van is erre egy elkülönített számla, de akár személyesen, hogyha bejön a gondozási központ épületébe, akkor fel tudja ajánlani a pénzösszeget készpénz formájában is. Adományozni nem csak pénzformájában lehet, mondta Mergül Pécsi Edit. Ha valaki tartós élelmiszert szeretne ajándékozni, arra is van lehetőség. El is szoktuk fogadni természetesen, mert azért vannak tartalékaink is, mert mindig vannak olyanok, akik, tehát a 160 fő jelen esetben nem fedi le teljes mértékben a rászorultaknak a listáját, ezért van mindig egy tartalékunk, tehát azokat el szoktuk rakni, és amikor évközben bárkinek szüksége van rá, aki ténylegesen rászoruló, akkor szoktuk közvetíteni ezt az adományt. Az ünneptől függetlenül is várják a gondozási központ munkatársai a felajánlott ruha, tisztítószer, illetve élelmiszeradományokat. Januártól decemberig várjuk. Ruhaadományt most nem közvetítünk, mert azt egész évben tudunk közvetíteni. Tehát erre is van lehetőségünk, és az folyamatos, tehát napi szintű ruhaadomány közvetítésben állunk az ügyfelekkel. Behozzák hozzánk a Budai utca 21-be, és akkor ott van egy ilyen kihelyezett rész, ahova tudják rakni a felnőtt, illetve a gyermekruházatot. Nyilván a jó, nem jó minőségű, de hogy nem lukas, tiszta ruhaneműt, cipőket, könyvet, akármit igazából. És akkor oda szabadon be lehet ugye hozzánk jönni, tehát szabad a vásáralapon bárki el tudja onnan vinni. Mergül Pécsi Edit arról is beszélt, hogy kik azok, akik adományokban részesülhetnek. Úgy szoktuk egyébként a listánkat kialakítani, hogy a velünk kapcsolatba álló szervezetekkel, intézményekkel felvesszük a kapcsolatot, kérünk onnan egy listát, hogy ki az, aki most éppen a látókörükben van, akiről úgy gondolják, hogy rászorultabb, meg be kell húzni a nadrág szíjat, és akkor ebből állítunk össze egy listát, de természetesen olyan is van, amikor bejönnek hozzánk, és jelzik, hogy szeretnének csomagot kapni, mert most éppen olyan élethelyzetben vannak. A legmagasabb szám az 200 volt, de így se fejtette le még az sem a teljes rászorultsági számot, de folyamatosan bővül. Kismértékben, tehát nem azt mondom, hogy óriási léptekben, de folyamatosan bővül. A koronavírus járvány nagyon sok család esetében olyan anyagi bevételeket vont el a családoktól, amik nagy mértékben megnehezítették a mindennapi életüket, tehát elbocsátások történtek, főleg ugye az ügyfeleinek a nagy része alkalmi munkából tartja el magát, illetve a családját, sok helyen elbocsátások voltak, úgyhogy még jobban megnehezítette a mindennapjaikat. A gondozási központ az adománygyűjtéseken túl munkaközvetítéssel is foglalkozik. Nagyon sok tanáccsal és tényleges információval látják el a hozzájuk forduló ügyfeleket a munkakeresés lehetőségeiről. A cél az, hogy ezeket az embereket mi hamarabb visszaintegrálják a munkaerőpiacra, hogy aztán saját keresetből megfelelő életkörülményeket tudjanak teremteni saját maguknak. Megkezdődött a Géza napi ünnepség sorozat, melynek keretében a II. Géza gimnázium diákjai tánccal, énekkel, versekkel és színdarabokkal készültek a jeles eseményre. Hagyományosan, titkos szavazással választották meg az idei évi királyi párt is. Fudermajer Anna és Varga Zsombor alkotja az idei év királyi párját a bátaszéki II. Géza gimnáziumban. Elmesélték, hogy miként folytatták egész héten át tartó kampányukat az iskolában, és hogy mit jelent számukra a Géza napi kultusz. A diákok ilyenkor megmutathatják a tehetségüket,
hogy milyen tehetségesek például versmondásban, vagy éneklésben, vagy táncban, de akár az osztályok is összeállhatnak és előadhatnak egy jó műsort, ami szerintem mindenképp egy jó program az osztály számára, összekovácsolja a csapatot, és szerintem nagyon jó, hogy most a járvány után meg tudták rendezni, és a város is részt vehet rajta, és megnézheti az előadásokat. Az volt a szerencsém, hogy nagyon sok ismerősöm van most a gimnáziumban, akikre számíthattam, és két barátnőm segítségével kampányoltam. Minden nap bementünk az osztályokba, és kis üzeneteket, könyvjelzőt osztogattunk, és plakátoltunk a folyosón. Igazából itt mindenki meg tudja mutatni a tehetségét. Különféle színdarabokat tudnak előadni a diákok. Tanári segítséggel, vagy akár az osztályjal egy ötletet kitalálnak, és akkor azt adják elő a városnak, annak a résznek, akik el szeretnek jönni erre a műsorra. Minden osztály nagyon sokszor színvonalas és vicces előadást szokott előadni. Számunkra ez a legvártabb esemény ilyenkor. Az elején nem nagyon bíztam abban, hogy meg fogom nyerni, ugyanis a másik két jelöltet én esélyesemnek tartottam. De a kampányunk nagyon jó volt, a barátaimmal egy nagyon erős kampányt tudtunk csinálni. Osztálytermeket jártunk, a diákok a fotót készítettünk, és igazából szerintem ezzel, hogy közvetlenebbek voltunk a diákokkal, ezzel tudtuk megnyerni a választást. Az egész hetet átölelő esemény sorozat záró ünnepségére a Bátaszéki Művelődési Házban került sor, ahol verses, zenés és táncos műsorok szórakoztatták a látogatókat. A Géza ünnepkör iskolánk névadójának az ünnepe, amelybe beletartozik a királyválasztás, a királyi koronázás és a Géza gála. A Géza gála, mondhatnánk azt, hogy egy talent show, amelyben az iskolánk diákjai megmutatják, hogy miben tehetségesek. Táncban, énekben, versben hatalmas jelentősége van a gálának a diákok számára, hiszen hetekkel előtte elkezdik a készülődést, sőt van, amikor már fél év előtt elkezdődnek a próbák és a szerepeknek a kigondolása, hogy ki miben lenne jó, mit szeretne csinálni. És ugye a színdarabok, azok általában az osztályok által megírt színdarabok, amelyeknek a koreográfiáját, a szövegét mi állítjuk össze, és segítünk a diákoknak ennek az összeállításában. A király és a királyné választás nagyon érdekesen történik az iskolákban. Mindig a 11-es évfolyamról kerül ki a királyi pár, Géza és Eufrozina, és a diákok választják meg a királyt és a királynét titkos szavazással. És természetesen a jelöltek közül, akik kampányolnak egy egész hétig az iskolában, a legtöbb szavazatot kapók lesznek megválasztva királya és királynével. Több néptánc lesz, versek, három rövid színdarab, és természetesen a várva várt tanári produkció. A fellépők között többen is megemlítették, hogy nagy örömmel tölti el őket, hogy újra közönség előtt szerepelhetnek. Számomra ez egy várva várt alkalom volt, ugyanis a járvány óta ez az első alkalmak közé tartozik, amikor egy szavallattal állhatok színpadra, és nem táncolok, vagy nem egy színjátszós előadást mutathatunk be a többi társammal, hanem végre egy verssel, egy szavallattal állhatok ki a közönség elé, és úgy gondolom, hogy ez az iskolánk és a város számára is egy nagyon boldog és örömteli alkalom. Szóval ez egy olyan alkalom, amit mindenki méltán várt. Ma egy gömöri verbunkot, vasvári verbunkot adtam elő, ami a Gömör a Felvidékhez tartozik, és mivel a Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesületbe táncolok, ezért egy kicsit hazait akartam hozni ebből. Ezt a táncot én 2019-ben egy szólótáncversenyen táncoltam először, ahol kiemelt aranyminősítést kaptam, és azóta folyamatosan előjön ez a tánc minden egyes ilyen kis mozzanaton. A Géza napi gála minden bátaszéki, második Gézás diák számára nagy jelentőséggel bírt, melyet mi sem bizonyított jobban, mint hogy színvonalas produkcióikra akár több hetet is készültek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!